Kopjafára kötött szalaggal emlékeznek elhunyt társaikra a motorosok Apagyon. Az emlékhelyet múlt szombaton szentelték fel és adták át a községben. Szabolcs-Szatmár-Berekben eddig ez az első és egyetlen ilyen emlékhely. A kezdeményezés magánszemélyek összefogásával vált valóra. Pár éve fordult meg nekem a fejembe ez. Többek között, hogy hát itt a környéken, Szabolcsba, de környékén se található ilyen hely. Jártunk motorosok falunapokra. Sok minden olyan dolgot csinálunk, ami a faluknak az érdekei, de egy olyan komplett hely, mint hogy nem valahova is elmenjünk, és az elhunyt társainkról, természetesen, vagy balesetben elhunyt társainkról, nem volt nekünk erre lehetőségünk, hogy hát itt a környéken, hogy megemlékezzük. És akkor jött ez az ötlet, hogy hát kerestem a lehetőséget, polgármester úr befogadó készséggel állt ide ehhez az ügy mellé, és megköszönöm neki utólag is, hogy idáig elértünk. A magánkezdeményezés mellé állt Apagy önkormányzata is. A község a helyszín biztosításával járult hozzá ahhoz, hogy az emlékparkot méltó módon tudják kialakítani a civilek itt a kenderáztató tó melletti táborban. Apagyon a horgásztó és a kapcsolódó sátortábor közismert hely. Nagyon szeretik, több mint 6000 napi jegyesünk van egy évben, és hát igyekeztünk egy olyan helyet, ahol motorral megközelíthető, bármilyen időpontban megtekinthető, egy kegyeleti emlékhely lehet, és bármikor a motorosok ezt meg tudják közelíteni, meg tudják látogatni, és így biztosított ennek a helynek a célját be tudja tölteni, és ez alkalmasnak tűnt ez a hely, hogy itt épüljön meg az emlékmű. Apagyon már hagyomány, hogy pünköstkor labdarúgó tornát és családi napot is tartanak. A tervek között szerepel, hogy ezzel egy időben az elkészült emlékhelyhez zarándoknapot is szervezzenek a motorosoknak. Az ötletgazda célja ezért, hogy a közeljövőben bővítsék is az emlékparkot.